Naplemente, a sivatag szeme, Non nobis domine, Ragnarök. Néhány könyv, amelyek az est főszereplőjének tollából láttak napvilágot. Az első három évben még írói álnéven. A kerekesszékes író a 10 év során sok nehézséggel is szembesült. Például azzal, hogy a bolti forgalomba nem egyszerű bejuttatni a könyveket. Amit ez alatt a 10 év alatt megéltem, átéltem, megtanultam, hát általában a saját káromon, azt szerintem nem gondoltam volna. Tehát én mindig elszánt voltam, mindig is tudtam, hogy ez azért nem egy egyszerű szakma. Nagyon nagy lendülettel és mindennek alárendelve kell ezt az egészet csinálni ahhoz, hogy az ember igazán sikeres legyen. Bíró Szabolcs az utóbbi években főleg történelmi regényeket ír. A közelmúltban azonban egy mesekönyve és egy ifjúsági regénye is megjelent. Mostantól viszont már teljes erővel a 15 kötetesre tervezett Anzsu sorozat folytatására szeretne koncentrálni.